Hare Krishna, kedves bakták! A Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola megnyitó ünnepségén, melyekben egy konferencia elindítója is volt, részt vettek Góra Shankar Gupta, az Indiai Köztársaság megkövete, Búzs Balázs, a harmadik kerület polgármestere, és dr. Szilágyi Katalin, az oktatásért felelős államtitkárságtól. A megnyitó bemutatásra került a főiskola jelenlegi profilja, Puskás Ildikó indológiai gyűjteménye, melyet a főiskolának adományozott, és Stein Angrél hagyatékából egy kiállítást nyitotta meg kapni, melynek összeállítása Amitananda Mataji-nak köszönhető. Magyarországra látogatott Amerikából Aditya Mataji fiával Radhika Ramaprabhuval, azért, hogy részletes képzést tartson a Krisna tudatos magántanulásról, arról, hogy miképpen lehet a gyermekeket otthon tanítani úgy, hogy a Srimad Bhágavatam legyen a tanítás alapja. Különleges módszerének köszönhetően mindkét gyermeke már 12-13 évesen egyetemre járt, és kimagasló eredményeket ért el. Radhika Rama jelenleg tanárként dolgozik a William & Mary Egyetem vallástudományi karán, testvére pedig a doktorátusán dolgozik az Oxford Egyetemen. Több információt Aditya Mataji tanítási módszereiről az alábbi honlapon keresztül kaphatsz, illetve előadásainak hanganyaga megszerezhető a Budapesti Templomban és Kisnövőben. Az Országos Kommunikációs Csoport nevében ketten vettünk részt Nagy Eszter Mataji-val a Rádövesben megrendezett kommunikációs konferencián. A háromnapos program alatt több tapasztalt Krisna hívő tartott előadást a médiával való kapcsolatokról, a vallásközi párbeszédekről, a tudományos prédikálásról, illetve interaktív beszélgetésekben is a részese lehetünk. Természetesen betekintést nyerhettünk Rádövesi világába is, ahova Európa minden tájáról érkeznek bakták, hogy szolgálatot végezhessenek Rádövesi világnak, illetve hogy magas szintű képzésben lehessenek részt a helyi tudományi főiskolán. A József Attila Művelődési Központban tartották meg az idei Mantra Guru Fesztivált, melynek vízvendége Jayadeep Prabhu volt, azaz John Richardson, a 70-es években slágereivel híres Rubens együttes egyik volt frontembere. Körülbelül 80-100 fős közönséget színes programmal várták, a Mantra kórus előadása mellett hagyományos indiai zenével és táncbemutatóval szórakoztatták a vendégeket. Jayadeep Prabhu pedig nem csak dobszólót tartott, hanem egy előadást is. A programot Solit Ekadasis Prasadon zárta, Jayadeep Prabhu pedig egy tortát is kapott a végében. Július 9-én lesz a Szeged Fesztivál Budapesten, melyen számos szolgálatot lehet vállalni. Kérjük a baktákat, hogy jelentkezzenek, hogy minél zöldülékenyebben lehessen a fesztivál. A szolgálatokra Gurutan Prabhunál és Kereti Csabi Prabhunál lehet jelentkezni.